Nem hangolt jól a Szeged elleni találkozóra az Etósz esze, a győriek sima vereséget szenvedtek hazai pályán a Csurgótól. Most, ha lehet, még nehezebb feladat előtt állnak a zöldfehérek. A Szeged jelenleg a második helyen áll a tabellán, igaz, ugyanannyi pontot szereztek, mint a lista vezető Veszprém. Ráadásul a Szeged egyel kevesebb mérkőzést játszott eddig a szezonban, 14 meccs alatt pedig nem találtak legyőzőre. Legutóbb a Vácot lépték le 31-23 arányban. Amikor pedig az Etósz esével találkoztak az egyetemi csarnokban, akkor 31-19-es vendégsiker született. Az tehát kijelenthető, hogy nem az Etósz esze lesz az esélyes a szombati találkozón, ugyanakkor az is biztos, hogy a győriek nem feltett kézzel lépnek majd pályára. Ha megnézzük az zöld-fehér eredménylistát, akkor egyértelműen látszik, hogy jóval esélyesebbnek tartott csapatokat is képesek voltak megszorongatni. Igaz, az elmúlt két forduló nem úgy sikerült, ahogy azt várni lehetett. A Csurgó elleni vereségen kívül Budapesten a Pler otthonában is alul maradt a Magyarországra vezette együttes. A pontszerzés azért lenne nagyon fontos a Szeged ellen, mert a Szese nyakán ott lohol a két közvetlen rivális, az Orosháza és a Cegléd, akiknek mindössze egy győzelemre lenne szükségük ahhoz, hogy pontszámban utolérjék a zöldfehéreket. Az Etósz esze szegedi vendégjáték a szombaton 18 órakor kezdődik, a találkozót pedig teljes egészében megnézhetik majd hétfőn este fél 9-kor itt, az Oxigén televízió műsorán is.